Az egész Európai Unió területén elhatalmasodtak azok a gazdatüntetések, amik tulajdonképpen az erőszakos zöldítés miatt bontakoztak ki. Ebben Olaszország is részt vett és részt is vesz. Erről is kérdezzük hamarosan Szomráki Béla Olaszország szakértőt, akit kapcsolunk Skype-on keresztül. Jó reggelt kívánunk! Köszönjük szépen, hogy itt van velünk a műsorban. Kezdjük az Antifa botránnyal. Magyar György mindent megtesz azért, hogy az Antifa botránynak a tulajdonképpen kezdeményezője és az egyik végrehajtó Ilaria Salis mindenképpen szabadságot kapjon. Közben Giorgia Meloni elhatárolódik az ügytől. Miért határolódik el Giorgia Meloni az ügytől? Hogyan csapódott le Olaszországban ez a botrány? Természetesen minden olyan megnyilvánulás, amelyik a fasizmus veszélyére figyelmeztet, az rendkívül szívesen látott vendég az olasz sajtóban, az olasz progresszív sajtóban, ami nagyjából az olasz sajtótermékeknek a 80-90%-át teszi ki. Giorgia Meloni természetesen, mint ahogy szinte minden miniszterelnöknek, államfőnek valamilyen szinten kötelessége képviselni azoknak az érdekeit is, azoknak a saját állampolgárok érdekeit is, akik valamiért megfosztatnak külföldön a szabadságuktól. Nyilvánvalóan azért tette ezt, mert nem szerette volna, hogyha folyamatos támadások még tovább bővülnek ennek az antifasiszta veszélynek és a antifasiszta hullámnak az oké, nem szerette volna, hogyha hátulról megtámadják, mert van neki éppen elég gondja Olaszországban a saját úgynevezett baloldalával, akik soha nem mulasztják el, hogy szemére hányják, hogy ő valójában egy olyan pártból jön, amelynek a gyökerei, ha nem is fasiszták, de posztfasiszta. Szóval a lényeg, hogy a fasiszta szó benne legyen. Magyar György is egy büszke antifasisztának nevezte Ilaria Salist, ez egy 38-39 éves tanítónő, aki Olaszországból egyenesen azért érkezett ide sok más társával egyetemben, és nem csak Olaszországból, hiszen Budapesten randevút adtak egymásnak olaszok, németek és más európai nemzetek büszke antifasiszta emberei, hogy példát mutassanak az antifasizmusból, hogy megleckésztessék a fasisztákat. Csak sajnos az történt, hogy azt kellett látniuk, hogy nincs egy árva fasiszta a tors közt kelőben, ezért aztán, hogy valamilyen módon mégis értelmet adjanak ennek a nagyszerű kirándulásnak, találomra megtámadtak 6 alkalommal egy napon belül olyan embereket, akik az égvilágon semmit nem tudtak arról, hogy miért bántják őket, egyszerűen lerohanták őket hátulról, stb. Stb. Ezt mi magyarok jól tudjuk, mert láttuk a térfigyelő kamerákat. Viszont Olaszországban azonnal a pártjára keltek ennek az antifasiszta kommandónak, amelyek nagyon érdekes módon tulajdonképpen, noha nevében antifasiszta, gyakorlatilag az egykori fasiszta squadrismo, vagyis a Benito Mussolini alatt eléggé magasra tört akciócsoportoknak a hagyományát viszi tovább. Azok a fasiszta keretlegények, verőlegényekről van szó, akik nyakra főre megvertek, vagy alaposan helybehagytak, ricinussal megitatták azokat az embereket, akik valamilyen szinten elutasították azt, hogy együttműködjenek, tehát mondjuk akár az iskolaigazgatót, vagy néha még a papot is eléggé különleges bánásmóddal részesítették. Meg kell, hogy mondjam, hogy öldöklésről az szó nem volt, csak nyers, durva, megfélemlítő erőszakról. Ugyanezzel kísérleteztek elég sikeresen Németországban is a nácik. Azt hiszem, hogy Mussolini sokat tett azért, hogy Olaszországban elég erőteljes legyen a fasizmustól való elhatárolódás, és akkor kapott szánra ez a kifejezés, hogy antifasiszta, és akik annyira kizárólagosságban gondolkodnak, csak másban nem tudnak, hogy aki tulajdonképpen nem antifasiszta, nem lett más, csak fasiszta. Úgyhogy ennek a nemes gondolatnak a jegyében került ide Ilaria Salis is, noha senki nem szegezett, gondolom, a homlokának pisztolyt azért, hogy ide jön Magyarországra úgymond fasisztákat vagy nácikat verni, akiket aztán természetesen nem találtak meg, de az olasz sajtó tele volt a különböző abszolút hazug félrevezető információkkal,
összecsapásokról beszélt, szó nem volt összecsapásokról, egyszerűen galád módon, aljas módon hátulról megtámadott és véresre vert embereknek a képét is láthatja az, aki kíváncsi rá. Egyébként az olasz sajtóban volt egy-két kivétel, az Il Giornale, ezt még Indro Montanelli alapította, a legnagyobb olasz újságírók egyike, az leközölt egy interjút az egyik áldozattal, mi több, kicsit elrejtve, de azokat a képeket is megmutatta, hogy szó nincsen olyan 8 napon belüli sérülésekről, amelyről olasz ügyészek és bírók is beszélgettek egymás között, vagy nyilatkozatokat adtak, hanem bizony nagyon súlyos bántalmazások történtek Budapesten, és a Ilária Szálisnak a fogvatartása az több, mint jogos. Eszter már említette a másik nagyon fontos témát Olaszországgal kapcsolatban, gazdatüntetések, és amikor mi legutóbb beszéltünk egymással, akkor már mindennaposak voltak ezek a gazdatüntetések Olaszországban, és ugye részben az Európai Unió agrárpolitikája miatt történtek ezek, de ugyanakkor követeltek adókedvezményeket a kormánytól is Olaszországban, valamint hogy támogassák a pályakezdőket. Elértek-e már valamit a gazdák? Nagy csatározások folynak Olaszországban. A dolog napokon belül a parlament elé kerül. A kormánynak vannak konkrét elképzelései bizonyos adóknak a mérséklésére vonatkozólag, és olyan rendeleteket kíván behozni, amelyek nem csak törvényi rendeletek, hanem a parlament valóban törvényi is emeli ezeket. Igen, történnek, de folyamatos támadás alatt áll a kormány, mert ha szóban áll a gazdákkal, akkor természetesen a baloldal szerint a szélső jobbot erősíti, hiszen meg akarja nyerni a választásokat, és ezért minden olyan megállapodás, amit a gazdákkal igyekszik megkötni, az tulajdonképpen a választási kampány része a baloldal szerint. Ha pedig valamivel nem foglalkozik valamilyen követeléssel, akkor természetesen a kapcsú kormány nem képviseli a gazdák érdekeit. Egyébként a baloldal elég erőteljesen retteg ennek kapcsán is attól, hogy a természetesen posztfasiszta gyökerű jobboldali kormány olyan engedményeket fog tenni, amelyek végül is megkérdőjelezik a közös agrárpolitikának a, nem csak az alapelveit, illetve nem csak a közös agrárpolitika alapelveit, hanem a környezetvédelmét és egy sor olyan dolgot, amelyet az Európai Unió Green Deal a zöld megállapodás jegyében a zászlójára tűzölt. Ennek egyébként egy pillanat engedjék meg, hogy egy ugrással teremjünk Csehországban, ahol a konzervatívnak mondott Pet Fiala kijelentette minden kertelés nélkül, hogy végeredményben a gazdák azok a Kreml érdekeit képviselik, efelől nem nyit vitát, nem akar velük tárgyalni, hiszen nem ezek a gazdák képviselik a gazdák érdekeit. Nyilvánvaló az a politikai csoport, az a kormány képviseli a gazdák érdekeit, akik a gazdák érdekeivel szemben az Európai Unió vezető szerveinek, illetve azoknak az érdekeit képviselik, akiket az Európai Unió vezető szervei is képviselnek. Egyébként volt egy nagy előd ezzel kapcsolatban, szerintem. Úgy hívták, hogy Josif Visszarionovics Sztálin, aki azért a gazdákat nemes egyszerűséggel kulákoknak nevezte, és mindent megtett azért, hogy kiírtsák a kulákokat. A dolog persze oda vezetett, hogy a mezőgazdaság ebbe a fantasztikus nagy kísérletbe belehalt, nem csak sok millió vagy sok tízmillió ember, hanem a mezőgazdaság maga, és amiatt újabb milliók haltak meg, gondoljunk csak a nagy ukrán holodomorra, arra az óriási éhínségre, ami végig söpört a volt Szovjetunió komoly nagy területein. Úgyhogy lehet ezzel kísérletezni, de a dolognak az eredménye az, hogyha tovább erőltetik a gazdákkal szemben a Green Deal, tehát aminek a következtében a gazdák csak roppant magas áron, pontosabban roppant magas költségekkel tudják előállítani a termékeiket, hogy akkor az egész európai mezőgazdaság tönkre megy, elveszíti Európa a saját élelmiszer szuverenitását, ami azért legalább annyira fontos, mint mondjuk az energiakérdés, mert ha valahogy be lehet még fűteni legalábbis vidéken, mondjuk az összeszedett rőzsével, de ha nem terem semmi, hogyha sikerül kiirtani, tönkretenni
az Európai Megazdaságot, akkor azt hiszem, hogy az egész kontinens rettenetes erőteljesen fogja ezt megbánni, ráadásul véglegesen és végletesen ki lesz szolgáltatva azoknak az exportőröknek a saját országokból, importőröknek, akik nem az Európai Unión belül termesztett termékeket, vagy nevelt állatokat, illetve húst, stb. Származékokat, élelmiszer származékokat akarják értékesíteni. Úgyhogy ez a dolog, ez, ha sokáig tart, akkor azt hiszem, hogy előbb-utóbb még azok is megnyalhatják a szájuk szélét, akik hasonló kísérleteket már végeztek, bár az igazság, hogy Sztálin mögött végül is nem állt senki. Viszont azok mögött, akik tönkre akarják tenni az Európai Uniós mezőgazdaságot, hát bizony állnak elég komoly érdekek, mondjuk például azoknak az érdekei, akik nem csak Amerikában, de már Ukrajnában is előállítják azt a búzát, kukoricát és egyéb növényeket, amelyeket nyilvánvaló előre megfontolt szándékkal az Európai Unióba akarják értékesíteni, azzal a eléggé, hogy is mondjam, nyilvánvaló szándékkal az európai gazdaságot tönkretegyék. Szomráki Vélának nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy majd folytathatjuk ezeket a témákat. Köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm, viszontlátásra.